Elfogadta az országgyűlés az uniós pénzek lehívásához szükséges igazságügyi törvénycsomagot. Ebben azok a módosítások szerepelnek, amelyeket Magyarország vállalt, hogy hozzáférjen a befagyasztott összegekhez. Vera Jurová uniós biztos szerint ez egy nagyon jó lépés, de még nem elég ahhoz, hogy Magyarország uniós pénzt kapjon, mert a szükséges 27 mérföldkőből ez még csak 4. A Fidesz szerint szégyen, amit a magyar dollár baloldal művel, hogy az ország ne jusson hozzá a neki járó pénzhez. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés szerdán 151 igen szavazattal és 23 tartózkodás mellett fogadta el az egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervhez kapcsolódó módosítását. A jogszabály része annak a 27 úgynevezett szupermérföldkőnek, amelyet az Európai Unió írt elő Magyarországnak, hogy hozzájuthasson a részben befagyasztott uniós pénzekhez. Azonban úgy tűnik, hogy a kormány és az országgyűlés hiába tesz meg mindent, amit vállalt. Az eljárás szempontjából ez egy nagyon jó lépés előre. Magyarország választ adott a felvetéseinkre, de ez nem jelenti a folyamat végét. További lépések szükségesek, de most elemezzük majd az elfogadott törvényt, amelynek még hatályba is kell lépnie. Magyarországnak pedig végre kell hajtania azokat a lépéseket, amelyek a helyreállítási tervhez szükségesek. A bizottság előzetes értékelése a törvényről és annak végrehajtásáról csak akkor lesz lehetséges, ha Magyarország mind a 27 szupermérföldkőről szóló dokumentációt benyújtja az első fizetési kérelemmel együtt, mondta a szavazás után a bizottság alelnöke. Feleslegesen bánnak kesztyűs kézzel Magyarországgal, ezt szintén Vera Jurová mondta pár hete. Az uniós politikus az orosz-ukrán háború első évfordulója alkalmából vett részt egy vitán, amikor úgy fogalmazott, Magyarországot gyakrabban kell számon kérni, különösen Oroszországgal és a háborúval kapcsolatos álláspontja miatt. Vera Jurová kijelentéseiben elemzők szerint semmi meglepő nincs, pláne ha meghallgatjuk Gyurcsány Ferenc néhány hete adott interjúját. Belátható innen belül nem jön uniós pénz Magyarországra? Nem tud jönni. A DK elnöke a Spirit FM-en ismerte el, nagyon sokat dolgoznak azon Brüsszelben is, itthon is, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat. A mi elképesztően aktív európai parlamenti képviselőink, azok iszonytató mennyiségben tárgyalnak és elvizik a dolgukat a parlamentben és a bizottság embereivel folyamatosan. A Demokratikus Koalíció LP képviselője Molnár Csaba pár napja pedig még Gyurcsány Ferencnél is továbbment. Nekem hazafias kötelezettségem az, hogy megakadályozzam, hogy az Európai Uniós pénzek Magyarországra érkezvén 4-5 ember zsebében tűnjenek el, már pedig ez történik az országban. Hazafias kötelezettségem, mely hazafias kötelezettségemnek mindenáron eleget fogok tenni. Hídvégi Balázs, a Fidesz LP képviselője a közösségi oldalán reagált Vera Jurová és a magyar baloldal szavaira. Ez egészen elképesztő és példanélküli. Itt ebben az Európai Parlamentben nagyon sok ország, nagyon sok párt képviselője megfordul, de ilyen sehol nincs. Más ellenzékek nem támadják hátba a saját kormányukat itt Brüsszelben, nem dolgoznak a saját nemzeti érdekében, és főleg nem azon igyekeznek, hogy ne jussanak el az adott országba az uniós források. Ez szégyenletes, sem megmagyarázni, sem mentegetni nem lehet. Mi azért vagyunk itt, Fidesz és KDNP képviselők, mi azért dolgozunk, hogy Magyarországnak minden nekünk járó forrás a rendelkezésére bocsátassék, és ezt el is fogjuk érni, akárhogy is áskalódnak a dollárban oldal itt elég képviselői. Az ügyben a magyar kormány álláspontja világos, ezt több tisztviselő is többször megerősítette, vagyis Brüsszelnek a közeljövőben ki kell fizetnie a Magyarországnak járó uniós forrásokat, hiszen a megállapodást betartottuk, teljesítettük az eredeti feltételeket, a parlament pedig szerdán az Európai Bizottsággal előzetesen egyeztetett igazságszolgáltatási törvénycsomagot is elfogadta. De a megemelt pedagógus bérek kifizetése is most már csak Brüsszelen múlik.